Én nagyon sajnálom, hogy elszúrtam a szupertitkos császtani álmaidat, szívem. Nem, az én gondom, semmiség a tiédhez képest. Ne, várj, egy fejtörő. Ti szeretitek a csikamát? Akkor egy másik fekete embert kell keresned. Ki az, akinek csak két keze van és vissza akart menni dolgozni, hogy talán eszébe jusson ki ő valójában, igen? De ezek után ingázhat majd a pelenkázó és az íróasztala között. Arról... fogalmam sincs. Olyasmit akarsz hallani, amitől jobban érzed magad, mert megtagadtál tőle egy ilyen lehetőséget? Figyelj, én ezt nem igazán tudom, de... ez a lány itt előtted. Igen? Két gyikama? Mi? A zöldség vagy gyümölcs? Nem lehetne, hogy félreállsz. Ó, de igen, persze. PopChat. Úgy látom egyelőre, hogy az én figurám az egy nem annyira központi figura, tehát hogy az egyik főszereplőnek vagyok a hozzátartozója, aztán kíváncsian várom, hogy majd a továbbiakban milyen kalandok várnak még rám, pontosabban a figurámra. Kétő egy erőteljesen túlsúlyos hölgy, ami nagyon betalált így az első alkalommal. Tehát így a mondatokat néztem, és így le is akartam fotózni, hogy ez nekem szól, ez rólam szól. Az én karakterem egy kopaszodó, túlsúlyos ember. Nem tudom, miért rámosztották. És aki ugyanakkor nagyon jó szívű, és nagyon, nem is tudok mondani, nem szeretem ezt a jelzőt, de mégis helyes ember. És szereti, valószínűleg szereti ezt a túlsúlyos nőt. Ő egy teljesen átlagos lány, abból a szempontból nem, hogy felvállalja a gyengeségeit, és ez teszi őt különlegessé. Elsőre nekem nagyon szimpatikus volt, meg én szeretek négernőket szinkronizálni. Hát a családmodellt azt így nagyjából felállították nekem a rendezőm, így elmondta, hogy körülbelül miről szól ez az egész történet. És magáról a sztoriról se túl sokat tudok, illetve hát nyilván ugye mindig csak a saját részünket csináljuk, úgyhogy ebből kifolyólag a saját szálamat ismerem annyira, amennyire ismerem. Olyan sokrétűen térképezi fel a sorozata a társadalom, meg az egyéni ember problémáit, bajait, lelki rezdüléseit, hogy majdnem, hogy megható számomra. Hát ez például nagyon érdekes, mint akár ebben a mai epizódban, hogy így bejött ez a középkorúak válsága, vagy az életközepi válság, vagy ki hogy nevezik, hogy néha-néha így visszaköszönnek azok a dolgok, amik a saját életemben is bebenézegetnek. És ez mindig egy nagyon jó és szerencsés helyzet, mert akkor van egy nagyon komoly alapja annak, hogy miből dolgozom, mert akkor ismerősként megyek bele egy ilyen szituációba. Ami az én szerepem, vagy ennek a párnak a problémája, az a biztos, sajnos Magyarországon is szerintem rengetegen küzdködnek, valamilyen orvosi súlyfelesleggel, ez pszichésen hat az emberre, lehet, hogy nem mindenkire, de szerintem sok emberre negatívan hat, és egyébként pszichés problémákkal is küzdenek rengetegen, ha nem a súlyfelesleg miatt, akkor más miatt, és végül is erről vagy ilyen emberekről szól ez. Tehát én gondolom, hogy magára ismerhet benne a néző. Talán egy picit más a mérték, de azonosak a problémáink a karakterrel, és nekem nagyon, nagyon tetszik az, hogy azért nincs megkeseredve. Hát zavarja nyilván, és szeretne tenni az ellen, ahogy ő kinéz, de egy nagyon pozitív figura, tehát nem utána azért másokat, hogy miért néznek jobban, mint ő. Egyszerűen a saját sorsával van elfoglalva, illetve azzal, hogy az ő életét hogy tudná jobbá tenni. Hát nehezen megy neki, mint nekem is, de nagyon kedvelem pont emiatt, kicsit így érzek egy hasonlóságot. Bármelyik hétköznapi átlagember ráismerhet, hogy te jó is, tehát nekem is ez a problémám. És lehet, hogy úgy kell megoldani, ahogy a filmben láttam. Vagy részvétet ébreszthet bárkiben egy másik iránt. Ez a sorozat, ez a pozitív emberi tulajdonságok felerősítésén dolgozik, ahogy én érzem. A mostani világban pedig hát sajnos nem ez jellemző, és ezért tartom rendkívül értékes sorozatnak ezt. Engem ezek érdekelnek és szórakoztatnak is, tehát így szeretek szeretem egy-egy karakter fejlődési évét bejárni, meglátni, hogy honnan indult, és,
és hová kerül. Úgyhogy ezek szerintem nagyon izgalmas dolgok. És talán a hétköznapi emberek is pont az ilyen hétköznapi történetekben sokkal több azonosságot találnak a saját életükkel, és ezért hitelesebb tud lenni, és adott esetben, hogyha a saját életébe találkozik egy olyan helyzettel, amit esetleg már látott, akkor egy kicsit reménytelibb vagy talán könnyebben talál rá megoldást, vagy van előtte esetleg egy példa, vagy egy minta, hogy ezt más hogy oldotta meg. Nagyon emberi. Egyébként ez az első olyan sorozat, mennyire emberi, vagy ennyire hétköznapi emberekről szól, és ugyan egy másik országban, az Egyesült Államokban játszódik, de mégis olyan problémákat ragad meg, ami határokon átível, szóval nem érzed kifejezetten amerikainak. Én egyébként szeretem egy sorozat jellemző egy sorozatra az, amelyik országban készül, vagy arról szól, ahol készül. De ez nem egy ilyen sorozat, tehát tényleg olyan sorozat, ahol bárhol játszódhat, és bárki érezheti ezt. Amikor így az első két részt, vagy az első négy részt felvettük, akkor nekem eszembe jutott a Vásod szülők című sorozat, amiben dolgoztam. Az egy ilyen 6 évados hosszú családtörténet volt, és valahogy a hangulata azt idézte vissza, csak hát ott tulajdonképpen csak annyi különbséggel, hogy ott abban a sorozatban nem tudnék kiemelni egy karaktert sem. Nem tudom megmondani, hogy kik a főszereplők, mert hogy mindenki egyformán volt súlyozva. Ebben a sorozatban ezt egyelőre nem érzem. Sok olyan rész volt, ami érzelmileg megviselt. Ez egy olyan sorozat, ami nagyon érzelemgazdag. Én szeretem azt hinni, hogyha engem a szinkronizáló színészt megérint, akkor a nézőt is megérinti. Azt gondolom, hogy igen, és nézőként meg mindenféleképpen ezt tudom alátámasztani, hogy mindenkinek megvan a története, a maga története. Azt nem mondanám, hogy kifogása vagy indoka, hogy miért néz ki úgy, ahogy, de mindenki mögött van egy történet. Így ugye a fiúról is kiderül majd az ő barátjáról, hogy miért néz ki úgy, ahogy pont a gyönyörű modellalkatú lány miatt, aki tönkretette és elvált tőle, és ő akkor hízott meg egy hirtelen. De számomra ez a lényeg, hogy mindenkinek van egy története, és mindenkinek vannak problémái, mindenkinek más, de amivel meg kell küzdeni. Próbál úgy csinálni, mintha nem lenne túlsúlyos. És próbál úgy viselkedni azzal a lányjal, vagy úgy ránézni, vagy úgy bánni vele, mintha ő sem lenne az. Most ez lehet, hogy egy erős kijelentés lesz, de a legbárgyúbb, legbugyutább sorozatban is biztos, hogy van egy olyan figura, aki valamiért szimpatikus nekem, vagy valamiért tudok vele azonosulni. És hogyha van egy ilyen figura, akkor érdekelni kezd a sorsa. A Másodszülőknél ott az volt a nehéz, hogy mindenki egyszerre beszélt, és hogy gyakorlatilag olyan volt, mintha nem is egy megírt forgatókönyv szerint mondanák a szöveget, vagy játszanák a szituációkat, hanem mintha totálisan improvizáció lenne. És ezt borzasztó nehéz színészileg lekövetni. Itt ennél, hála Istennek, ezt nem érzem. Úgyhogy én remélem, legalábbis egyelőre még nem tapasztaltam azt, hogy ez így nehézségeim lesznek. Remélem, így is marad. A szülés egy ilyen jelenet volt. A színész Kevin a rendőr gyerekeinek tart egy előadást az élet miben létéről. Amikor az apósával leül beszélni. Ugye itt az a szituáció, hogy van egy családi életük gyerekekkel, munkával, és egyszer csak a semmiből betoppan a papa a drogos múltjával, és kiderül róla, hogy rákos, nyilván végig stádiumban van, vagy valami ilyesmi. És ez egy elég nehéz helyzet. Nem, ez nem igaz. Tényleg nem. Megjelent az életedben a vér szerinti apád, és ez egy csomó mindent felszínre hozott. Ez normális. És azért az kiderült, hogy a Bess annyira nem boldog ettől az egész szituációtól. Attól sem, hogy egy számukra tulajdonképpen idegen ember egyszer csak váratlanul, most ezt rosszul fogalmazom talán, de a nyakukra települ, aki ráadásul várhatóan, ha megszeretik, akkor el kell tőle búcsúzni, mert meg fog halni. De aki ráadásul drogos volt. Szóval ezért ez egy elég összetett helyzet. És eljön az a pont, amikor egyszer csak így leül az apósával beszélni, és akkor ott volt egy monológia, amikor így elmeséli, hogy amikor ő a férjével találkozott, hogy milyen volt az az ember, és hogy tulajdonképpen ő csak annyit kér, hogy ezt az életet, amit ők így összeraktak és felépítettek, hogy ezt így ne borítsa fel.
És az elég szívmarkoló volt, az elég kemény volt. Van még egy zseniális vonulat, amit eddig láttam, és nekem rendkívül tetszik, és amikor azt mondtam az előbb, hogy együttérzést kelt az emberekbe. Hát ugye a kislány, a kis kövér kislány, akiből aztán hatalmas nagy kép lesz, a szerved attól, hogy az anyja szép meg csinos. És ez egy későbbi részben visszajön úgy, hogy elmegy dolgozni, ahonnak van egy kövér lánya. Ő az ő élményeiből kifolyólag a kis kövér lányt helyre teszi lelkileg. Hé, hey, Shooter, mondd el Kate-nek azt, amikor egyszer véletlenül elmentünk egy Ashley Simpson koncertre. Ne haragudj, Tobi, megállítottad a képet, ez most áll. Szerintem most hülye volt az a férfi, ezt kéne érteni, hogy lehet, hogy én is meccsnéző vagyok, és kifejezetten amerikai foci meccsnéző, ami ebben a jelenetben is volt, de azt gondolom, hogy érzéketlen volt. Tehát eleve a nő tett egy engedményt, mert azt mondta, hogy jó, akkor nézzük együtt, bár egyedül szoktam. Ő meg közben vív egy havert, leállítja a meccset, szóval hogy szerintem nem értette pontosan, hogy mi történik itt, hát ez a férfiakra jellemző. Pont a legelején azok annyira betaláltak ezek a mondatok, hogy úristen, most ez pont én, és pont ma tényleg, most én nem akarok belemenni, hogy éppen körülbelül ugyanazt csinálom az életben, mint ő, de hát olyan részek még nem voltak, ami annyira érzelmileg megviselt volna, inkább csak egy ilyen tükröt tartott. Mivel a Viaszaton fog menni, én mondtam a promóját, és mivel bennem az volt, hogy ez hülye vicces, azért legalábbis én, ezért ilyen vidáman mondtam, és akkor szóltak is, hogy azért ez nem annyira vicces így egészében, tehát hogy itt vannak komolyabb dolgok is, de ugye azokat én meg pont nem láttam, úgyhogy a promót azt egy kicsit komolyabb hangvételűre kellett vennie miatt. Nem látom át még a dolgot, de nagyon várom, hogy menjen a tévében, hogy akkor végre meg tudjam nézni, meg jobb több rálátásom legyen, hogy mi is történik valójában, mert én csak egy kis láncszem vagyok ebben az egész gépezetben. Szerintem az igazi happy end az lenne, ha nem fogynának le, és úgy lennének boldogok. Gondolom ez a jó üzenet is, hogy bár nem kell az embereket arra biztosítani, hogy maradjanak túlsúlyosok, de azt sem szeretem, hogyha nagyon egy olyan világ van elénk tárva, amiben nem is tudsz mozdulni se, hogyha túlsúlyos vagy, már most olyan értem be, hogy érvényesülni vagy boldognak lenni, tehát a boldogsághoz mindenképp el kell fogyni, ez így nem igaz. Te meg az ember sportos vagy, egészségesen táplálkozik, nem lesz boldog. Szóval nem tudom, hogy mi lesz, szerintem nem fognak lefogyni, de boldogok lesznek. Hála Istennek az én életemben Omikron volt. Szóval hála Istennek az én életemben még nem volt ilyen szituáció, de lehet, hogy ezt annyira nem kívánom magamnak. Figyelj, mi lenne, ha kiaknáznád ezt az őrült művészi oldaladat, és tudod, mondjuk felturboznád az előadást. Meglátnád, hogy fogadják a 8 évesek, jó? Mielőtt pályát módosítasz, és színpadra lépsz a szaxofonoddal. Jó van, rendben. Nem, rendben. Nem tudom. Sajnálom, de ez a korai középkorúak válsága annyira te vagy, hogy nem bírom. Ne!